17. alkalommal rendezték meg Felvidéken az ilosvai gyermektábort, melynek hagyományosan Várhosszú Rét ad otthont. A nagyidai ilosvai Selymes Péter néptánc együttes tábora egyhetes, melyben kezdő és haladó szinten egyaránt tanítanak táncot. Idén a felvidéki anyag az a vaggaram közi táncok, és mindig szoktunk egy erdélyi anyagot is választani, hiszen azt nagyon szeretik a gyerekek, most ez felcsíki lett. A célcsoport ebben az esetben a 8 és 16 évesek közötti korosztály. Az, hogy itt lehet a dombok mellett játszani együtt, az már egy fantasztikus élmény, és akkor még nem is beszélünk a néptáncról, ami alapból egy közösségformáló erő. Bemennek a terembe, közösen egy zenére mozognak állandóan, együtt játszanak ott egy ilyen kisebb helységbe, meg mellett, amikor megfogja a párját, körbe táncol, együtt vonulnak, együtt énekelnek, ez egy elképesztő közösséget formáló erő. A táborba sok a visszajáró táncos, akik idén Nagymegyertől egészen Nagykaposig a Felvidék szinte minden szegletéből érkeztek. Én mindig jól éreztem magam ebbe a táborba, most is nagyon jól érzem magam, főleg, hogy már így növünk, és akkor már jobban megmaradnak az emlékek. Vannak nagyon jó programok, kézműves foglalkozástól kezdve a bátorság próbákig. Új táncokat szerettünk volna megtanulni, amikben szerepelnek a bodrok közi, a vasvári, a felcsíki és a vágaram közi. Mindannyian jó társaságot próbálunk felépíteni, új barátokat szerzünk, és szép környezetben vagyunk. A gyerekek három csoportban táncolnak, emellett vannak játékok, kézműves foglalkozások, esténként pedig táncházat tartanak. Szerintem a közösség nagyon jó, és az, hogy ennyiféle táncot tanulunk, a vetélkedők, az emberek, akikkel megismerkedünk, ez szerintem egy nagyon nagy élményt nyújt, és én nagyon jól éreztem magam. Jó látni azt, hogy a gyerekek ilyen összetartóak itt a határon túl is, és azt látom, hogy tényleg őszintén tiszta szívből, szeretetből csinálják ezt a táncolást, és úgy gondolom, hogy ha ő bennük megmarad ez a lendület, akkor nagyon sok minden jót tudnának itt elérni. A körösi testvérek a kárpátaljai Beregdéda településről érkeztek Várhosszú Rétre, hogy zenei tehetségüket tovább tudják kamatoztatni. Az eltelt egy hét alatt sokat tanultak, és életre szóló barátság alakult ki közöttük és felvidéki társaik között. Két éve foglalkozom Nagybőgővel, népzenén belül, és első alkalommal vagyok itt a táborban, ahol Nagybőgőt tanulok. Szerintem nagyon sokat lehet itt fejlődni Várhosszú Réten, úgyhogy mindenkinek ajánlom ezt a tábort. A népzene és néptánc tanítását idén is anyaországi oktatók végezték, akiknek fontos, hogy az elsajátított zene és tánc mellett a magyarságtudat, az identitás megőrzése is helyet kapjon az együtt eltöltött egy hét alatt. A gyermekek, akik idejönnek, és egy héten keresztül itt a saját kultúrájuk, a saját táncoknak az anyagát tanulják vissza, az mindenféleképp egy olyan öntudatot varázsol beléjük, illetve egy olyan magyarságot kapnak ezáltal, ami mindenféleképp a későbbiekben majd tudnak hasznosítani, vagy csak is a személyükre vál majd később. A hosszú évek alatt megszokott bemutató idén elmaradt, helyette szólótáncversenyt hirdettek a szervezők, ahová szép számmal jelentkeztek a fiatalok. A tábor záró napján mindezt a szülők, nagyszülők jelenlétében mutatták be. Mind a két kislányom részt vesz az ilosvai táborba, immárma azt hiszem harmadszor. Nagyon szeretik, imádják, élnek, halnak a népzenéért, néptáncért, ugye hegedülnek, táncolnak. Azért tartom fontosnak, mert sok helyről érkeztek a gyerekek, a néptáncot tanulják, anyanyelven beszélnek, és új barátságok szövődnek. A szervezők a tánctábor hagyományát mindenképpen folytatni akarják, de emellett táncképzéseket is szeretnének tartani a jövőben, hogy az itt élő fiataloknak lehetősége legyen arra, hogy autentikus módon tanulják meg őseik hagyományát, melynek révén jobban tudnak kapcsolódni a gyökereikhez, és megerősödik bennük a szülőföldjükhöz való ragaszkodás érzése.